Múlt csütörtökön kezdődött az óvodai és iskolai pedagógusok soron kívüli oltása. Az oltásra SMS-ben kaptak behívót azok, akik március 24-ig érvényesen regisztráltak. Az érintettek oltása a múlt hétvégén folyamatos volt. Az oltópontokon Pfizer vakcinát kaptak a pedagógusok. Az első oltás után is már jelentősen emelkedik a védettség a vírusfertőzés súlyos lefolyása ellen. Olvasható a www.koronavírus.gov www.gov.hu weboldalon. Ezen a héten több mint 84 ezeren fogják megkapni az első dózist. Azok, akik az elmúlt három hónapban igazoltan koronavírus fertőzöttek voltak, vagy most másokból nem tudnak megjelenni az oltóponton, később is kapnak majd lehetőséget az oltásra. A Kazinczbárcikai Szociális Szolgáltató Központ bentlakásos idősellátási intézményei, azon dolgozói és ellátottjai, akik egészségi állapotuk miatt vagy egyéb okokból eddig nem kaphatták meg az oltást, vagy később regisztráltak, a múlt héten már részesültek a Pfizer vakcina első adagjában. Az intézményekben az érintett 138 emberből 82 személy van már beoltva. A második adag beadására április második felében kerül majd sor, illetve azok, akik valamilyen okból most sem kaphattak még oltást, ekkor lesz lehetőségük az első vakcina felvételére. A bentlakásos idős otthonokban továbbra is a központilag meghatározott protokoll van érvényben. A látogatás tilos és az intézmény elhagyás szigorú szabályokhoz kötött. A hozzátartozók havi rendszerességgel vihetnek be csomagot, amit fertőtlenítés után kapnak meg az ellátottak.